Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez itt a Szertár. Az előző részben ott fejeztük be, hogy hogyan készül a száraz jég, most ezzel fogok nektek néhány kísérletet mutatni. A legegyszerűbb kísérlet, ha semmi más nem csinálunk, csak megcsodáljuk. Lehet látni, hogy a száraz jég folyamatosan szublimál. Nem vicceltem, nem lehet látni. A széndioxid az láthatatlan, úgyhogy az, hogy ez itt elszublimál nekem, az lényegében nem jár semmilyen látványos elemmel. Szépen lassan eltűnne a kezemből. De ahhoz, hogy láthatóvá tegyük, ahhoz már segítségül kell hívnunk valamit. Például egy pohár vizet. Ha ebbe beleteszem a száraz jeget, akkor már jól látható, ahogy a szilárd halmazállapotú széndioxidból széndioxid buborékok, tehát gázhalmazállapotú széndioxid törnek elő. Ezek azok a bubik, amik felúsznak a víz felszínére, és a magukkal hozott vizet pak-pak-pak kipakolják a pohárnak a felszínén. Ennek köszönhető ez a szép, füstszerű pára. Ez a füstszerű hatás viszont még jobban érvényesül akkor, amikor az ember forró vizet használ, és abba nyomja a száraz jeget. Ilyenkor ugye sokkal magasabb a páratartalom, és jobban megfigyelhető a magic. Ez pedig különösen jó kísérlet forró nyári napokon, amikor nagyon könnyen lehet egy ilyen finom, friss, hűsítő szénsavas vizet készíteni. Milyen kár, hogy nincs forró nyári nap. A múltkori adásban elmondtam nektek, hogy hogyan készül a száraz jég, vagyis hogy a folyékony halmazállapotú széndioxidból hogyan állítanak elő száraz havat. Ezt most meg is tudom nektek mutatni ennek a PET palack előformának a segítségével. Ilyenből csinálják azokat a jó nagy PET palackokat. Az lehet, hogy majd egy másik adásnak a témája lehet. Ezt először is megtöltöm száraz jéggel, majd pedig rácsavarom a kupakot. És nagyon fontos, hogy ez a kísérlet sok ponton félre mehet, úgyhogy első a biztonság. Azért rázom ilyen hevesen ezt a PET palack előformát, mert így széttöredezik a száraz jég oda, mert mondjuk használhattam volna a kisebb peleteket is. Nagyobb felületen kezdenek el szublimálni, tehát sokkal gyorsabban végbe megy a folyamat. De szerintem mostanra már lehet is látni azt, amiért belekezdtem ebbe az egészbe. Ez a száraz jégcsap folyamatosan olvad odabenn, ugyanis nagyon nagy a nyomás, ennek hatására megjelenhet a széndioxidnak a fázisa, amit viszonylag ritkán látunk, a folyékony halmazállapot. Az a helyzet, hogy innentől viszonylag gyorsan kell végrehajtani a kísérletet, ugyanis hogyha az összes száraz jég átalakul folyékony halmazállapotú széndioxiddá, akkor nagyon gyorsan elkezd odabenn nőni a nyomás, és annak beláthatatlan következményei lehetnek. Mondjuk valószínűleg eltörik a kupak, annyira nem beláthatatlan, de ezt nem szeretnénk megvárni. Az az állapot, ami itt most megfigyelhető, az a széndioxidnak a hármas pontja. Tehát egyszerre van jelen a szilárd, alul a száraz jég, a folyékony, az ami lötyög, és amit nem látunk, a gáz halmaz állapota. És most megpróbálom azt megcsinálni, amit ez a hatalmas monstrum csinál mögöttem, vagyis folyékony halmazállapotú széndioxidból száraz havat, vagyis száraz jég havat fogok előállítani. Ehhez pedig csökkenteni kell a nyomást, vagyis le kell csavarni a kupakot. A nyomás csökkenésével igen heves forrásba kezd a folyékony széndioxid, és ami visszamarad, az a száraz jéghó. Ez volt a Szertár, a következő adásban a folyékony oxigént fogjuk megnézni. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, ha várjátok a következőt, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornára. Ja, és köszönjük a Messernek a gázokat. Sziasztok!